A reggeli személy pedig Földes András, a HVG újságírója. Volt már itt reggeli személyként, akkor a földközi tengeren zajló menekült mentésről, menekült mentőhajóról beszélgettünk már arról a filmről, amit ott készített. Néhány nappal ezelőtt tértél haza Ukrajnából. Mennyi időt voltál kint? Összesen tíz nap volt a, az út. Ebbe persze beletartozik, hogy nagyon messzire utaztam Kelet-Ukrajnába, tehát az út ö, vége az 5 kilométerre volt az orosz határtól, úgyhogy már oda eljutni is egy kaland meg idő volt. Két nap oda, két nap vissza az út Magyarországról, hiszen repülők nincsenek. Érződik az, ahogy vonattal vagy autóval haladsz egy inkább az orosz határhoz közeledve, hogy, hogy, hogy hogyan is miképp változik meg a, a településeken az ellátás, a villany, az emberek hangulata, de hát, hogy különbözik-e mondjuk itt rögtön a határ után, vagy Ungváron a, a magyar beszéd, vagy a, vagy a háborúról való beszéd, meg Harkovban, Harkivban? Egyébként nagyon érdekes, hogy nem. Tehát két állapota van, egy ilyen nulla és egyes állapota van ennek a, a, háborúnak Ukrajnába, ahol éppen nincsenek harcok, vagy nem egy frissen felszabadított terület volt, ott teljesen normálisan működik az élet, azt leszámítva persze, hogy rendszeres légiriadók vannak, illetőleg időnként be, becsapódik egy rakét, amit persze szürreális, nem Magyarországról elképzelni, de ennek ellenére az élet az nem áll le a nagyvárosokban, tehát se Nyugat-Ukrajnában, ott Lviv városában voltam, se Kijevben, ugye ami közel, vagy középen van, illetve Harkivban. Mindenhol tele vannak a boltok, Igen. viszonylag a, a, az ellátással nincsen ilyen uh -huh. szempontból gond. Van folyóvíz, van fűtés, van áram, annyi a különbség, hogy Nyugat-Ukrajnában gyakorlatilag semmilyen látható jele nincsen annak, hogy háború van keleten, a nagyvárosokban, amik szabadok, tehát ugye Harkivot is csak fenyegették, de nem foglalták el az oroszok. Ott ö, éjszaka nincsen közvilágítás, uh -huh. hogy ugye nehezebben lehessen célpontokat találni, illetőleg a boltok azok be vannak deszkázva, hogy ne... Be, kirakad, ne törjön be a, a kirakat. Te tehát Aha. az ember, amikor mondjuk mondjuk vásárolni szeretne, akkor, akkor olyan nagyon furcsa üres utcákat lát, és utána, hogyha van egy vezetője, mint nekem volt, akkor azt tudja, hogy melyik ilyen MDF lappal bedeszkázott kaput kell megnyitni, és mögött egy teljesen jól felszerelt hmm. szupermarket van. Ez a, ez a normalitás, és aztán, amikor el, belépek a frontzónába, ami ugye a riport utamnak a, a célja volt, ott viszont teljes középkori állapotok úgy is lehetne fogalmazni, nincs világítás, nincs áram, nincs víz, nincs internet, tehát ahogy elhagytuk például Harkivot és beléptünk ebbe a zónába, megszűnt a térerő, nem lehetett se telefonálni, se internetezni, de ezen a területen nincsen gyakorlatilag semmi. Tehát a felszabadított területeken azt láttuk, hogy az emberek jönnek elő a lakótelepi házakból, hasogatják a házak között a kis tűzifát, és főzőcskéznek az utcán egy mondjuk 50-80 százezeres városban. Mi volt a prekoncepciód, amikor elindultál? Mit akartál bemutatni? volt -e egy, egy szkóp, ami, ami, így azt mondtad, hogy jó, erről fog szólni a film? Prekoncepcióm nem volt az érdekelt, hogy hogy reagáltak, hogy néz ki egy olyan országrész, amit hét hónapig uraltak az oroszok, Ilyennel eddig nem találkoztam. Kijevben voltam, ahol három-négy hét volt ez a, a, az időszak, amit, amit az agresszorok uralma alatt töltöttek az emberek. Mennyiben változott meg a világ? Hogyan néz ki egy ilyen frontzóna? Milyen hangulat van ott ö, katonailag, ö, illetve a civil szférában? Ezek mind nagyon izgalmas kérdések. Én ilyennel még nem találkoztam. Nem tudtam, hogy mennyire éles, mennyire... Ö, Forró a háború, ugye az ukrajnai frontnak azért nagyon különböző formái vannak. 2014-től mostanáig tulajdonképpen egy ilyen álló háború folyt, ahol időnként meghaltak emberek, de de ö, egy ilyen kiszorítós folyt, hogyan néz ki ez most a, a terepen. Tehát sok kérdéssel mentem, uh -huh. <kül> és igyekeztem olyan helyekre eljutni, amik döntő fontosságúak döntő fontos a, a, a háború szempontjából, illetve ahol a lakosság közvetlenül találkozhatott az agresszorokkal. Azt lehet hallani, hogy naponta 10-15 ezeren érkeznek Magyarországra Ukrajnából. Én, amikor nem itt vagyok, akkor, akkor általában építkezéseken dolgozom, és rengeteg ukránnal találkozom. Tehát az építőipar nagyon sok ukrán menekültet szívott fel. Egyébként vietnámi ukránokkal van talán most az építőipar kimaradt Ukrajnában? Az ukránok maradtak, sokan, sokan maradtak egyébként a nyugati ország részek, ahogy említettem teljesen zavartalanul működnek, és nem is nagyon lehet észrevenni, hogy a lakosság számban bármi Igen. változás van. Igen, tele vannak az utcák. Lviv városa talán még zsúfoltabb is, éppen azért, mert hogy ez a nyugat felé induló útvonalaknak a kapuja, ott nagyon sokan állnak meg, hogy menjenek tovább Lengyelországba. Tehát, hogy ott egészen hmm. ilyen szívszorító képsorokat is láttam, ahogy a buszpályaudvaron állnak a szülők, és búcsúztatják a gyerekeiket, akik mennek el már más országba tanulni, dolgozni, és ott lehet látni, hogy hogy buszok tömkelege indul el nyugatra, tehát hogy, hogy, hogy ott ez, ez már megjelenik. A keleti szorongatott országrészekben viszont teljesen érezhető, hogy kiürült a, az ország. Tehát voltam például Kramatorskban, az egy nagyon forró nagyváros, talán 170 ezeres volt a békeidőben. Most a, a szokásos ilyen rakétezesi célpont, de... Annak nincs esélye, hogy oda betörjenek az oroszok, tehát ott elvileg lehetne lakni. Teljesen üres utcák vannak, egy rendezett nagyváros, mm. ezekkel a széles, szocialista típusú ö, utakkal, és, és, és üres. És egy csomó felvételt csináltam, hogy hogy, hogy teljesen üres utcákon járunk, néha elhúz egy, egy autó, napfényes, lengedeznek a, a fák lombjai, minden ilyen békés, de mégis egy ilyen poszt-apokaliptikus hangulata van, hogy ott nincsenek emberek. Aki, aki tehette, eljött. Tehát mi, mi egy, egy lakótelepi házban vettünk ki egy ilyen 60-as évek uh -huh. tégla lakótelep, amit nem tudom, József Attila lakótelepről lehet ismerni, úgy kell elképzelni, és, és éjszaka az ablakok alapján lehetett látni, hogy gyakorlatilag mi vagyunk az egyetlen lakói annak a környéknek. De nem az van, hogy az óvóhelyen bujkálnak az emberek? Nem, az óvóhelyre nem nagyon megy le senki. Igen. Minden nap van háromszor légvédelmi sziréna, és a legtöbbször nem történik semmi. Én nem annyira értem a, a légvédelmi sziréna ö, jelzés rendszerét. Én azt gondolom, hogy egy csomószor, amikor adott irányba mennek bombák, rakéták, repülőgépek, akkor minden arra eső területet ö, bejeleznek, de a legtöbb helyen nem történik semmi, és mivel hét hónapja megy már, senki, mi sem mentünk le óvóhelyre, mert a legtöbbször nem, nem nincs semmi értelme, viszont az egész napot ott tölthetné az ember, tehát ö, békésen megy tovább a, a, az élet, amikor amikor ö, megszólalnak a szirénák, volt, amikor ö, éppen valamilyen bedeszkázott pizzériában ettünk száraz pizzát két interjú között, és teljesen egykedvű arccal hozta ki a pincérlánya a pizzát, miközben visítottak innen a szirénák. Akkor, amikor kint voltál, az, banal, az időben volt Putyinnak az a beszéde, vagy a, a, a kremben az a beszéd, ami a négy megye orosz országhoz csatolásáról szólt, illetve hát az alkotmányba iktatták? Igen, ez pont akkor volt, és aznapra el is utaztunk Zaporizsia megye fővárosába, Zaporizsiába és ott interjúztunk olyanokkal, akik az orosz területről jöttek, illetve megnéztem, hogy hogy néz ki, hogy működik Zaporizsia városa azután, hogy az az oroszok szerint Oroszország, illetve Putyin szerint Vel, Oroszország. Én is kíváncsi vagyok, tehát hogy ez a klasszikus, hogy, hogy jönnek a hadak, elvonulnak, aztán bejön a másik, hogy, hogy, hogy ezt az emberek hogy élik meg. Zaporizsiában az a groteszk helyzet van, hogy az... Soha még csak közelében sem volt annak, hogy az oroszok elfoglalják egy teljesen szabad ukrán nagyváros. Tehát olyan most itt ülök Budapesten, mint mintha hirtelen bejelenteni putyi, hogy akkor Budapest mostantól Oroszország, és az emberek ugyanúgy járkálnak tovább, és az egésznek van egy ilyen bizarr hangulata, amikor, hogyha felvetem, hogy akkor most mi van, akkor így röhögnek, hogy hát néz körül, és akkor körülnézek, és, és egy. Teljesen zavartalanul működő nagyvárost látok viszonylag vagy kevesebb lakóval, mint normálisan elképzelhető lenne. De ugyanúgy ukrán rendszámos kocsik közlekednek, hívnyával lehet fizetni emberek ukránul beszélnek, tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy bejelentették, hogy ez mostantól Oroszország, az inkább egy vicc volt ott azon a helyen. Persze ez, ez, a, ez a mosoly, ez, ez lehervadt az arcomról, amikor elkezdtem beszélgetni azokkal, akik a nem olyan távol lévő fronton keresztül jutottak ki szabad ukrán területre, elfoglalt területekről, és beszéltek például arról, hogy milyen volt ott a népszavazás, és hát az egészen vérfagyasztó sztorikat jelentett. Például? A legemlékezetesebb az volt, amikor ott ö, egy ilyen beszélgetés, elmentem egy menekültáborba, ez tulajdonképpen egy nagy ö, ilyen kultúrközpontot jelentett, ahova bevittek ágyakat, és ott a tornateremben aludtak azok, akiknek még nem volt saját ö, helyük, hogy elhelyezkedjenek, és, ö, és gyűltek nyilvánvalóan egy kicsit unatkozó, kicsit ö, élményekkel teli emberek, és egymás szabába mágva mesélték a történeteiket, hogy így, így menekültek el, meg úgy nem, nem szavaztak, és akkor mondta az egyik, ö, férfi, hogy de mi szavaztunk. És akkor kérdeztem, hogy hú, és hogyhogy? Hogy, és úgy, hogy, hát hogy ez úgy nézett ki, hogy becsöngettek, bejött két fegyveres, meg egy asszonyság szavazólapokkal, és ott így megálltak fölöttük, és nézték, hogy hova kerül az X. Tehát még az se volt, hogy azt ö, behúzhatták volna, hogy nem, mi nem akarunk csatlakozni, vagy hát behúzhatták volna, de amikor két fegyveres áll egy átlagos, nem forradalmi ö, körülmények között nem nevelkedett, polgár fölött, akkor azt mondja, hogy hú, hát jó, akkor legyen. Majd nem sokkal később összepakoltak és elmenekültek. Vagy egy másik férfi mesélte, hogy a, a, a fia egy, egy autóalkatrészeket gyártó üzemben dolgozott, uh -huh. jó munka, helye volt állítólag, ez a, ez a, cég orosz és belarusz piacra termelt, és ott a főnök mondta, hogy hát aki nem akarja, hogy azonnal kirúgjuk, az szépen szavaz, és oda szavaz, ahova kell. Megkülönböztetik, tehát a, mondjuk ezeken a megszállt területeken, megszállt felszabadított területeken, nem tudom, hogy most ezen mi lesz, vagy Oroszország területén lévő oroszok és ukránok pontosan tudják egymásról, hogy te orosz vagy, és, vagy ukrán vagy? Jó, ezt, akkor mások akkor beszéltél-e orosszal például? Aki azt mondta, hogy én orosz vagyok, orosz az anyanyelvem, orosz származású vagyok, orosz országhoz tartozom. Ilyen jellegű kérdéseket nem annyira tettem föl, ez szerintem ott egész máshogy néz ki, ugye ott, ott nagyon régóta élnek egy más ja, mellett jaj. oroszok, ukránok, ez itt kelet, ukrajna, nagyon sok ember nem is nagyon beszél ukránul, uh -huh. hanem csak oroszul beszél, de ennek ellenére ukránnak valja magát. Ö, tehát, hogy ennek a kérdésnek ott annyira nem volt re relevanciája, inkább annak volt, hogy ki szimpatizál Oroszországgal ki ö, Ukrajnával, ugyanúgy, mint Magyarországon is van, hogy nem oroszok azok, akik feltétlenül az orosz párti propagandát tolják bár sokkal egyszerűbb lenne, akkor így megkülönböztetni őket, de egy pár kérdés azért még itthon is kell ahhoz, hogy, hogy az ember ezt megállapítsa, és kín, kín ugyanez a helyzet. Nekem úgy tűnt, hogy nem a, nagyon az alapján oszlik meg a népesség, De. hogy orosz, akkor az orosz párti, jeje, ukrán, jeje. az ukrán, pá, ukrán párti ö, inkább, hogy ki mennyi propagandát fogyaszt például. Tehát, hogy ezekből a, az interjúkból, amiket Zaporizsiában csináltam, az derült ki, hogy aki ki volt téve az orosz propagandának ezeken a területeken, az az, ö, az esélyes volt, hogy, hogy elkezd szimpatizálni a, az elnyomó rezsimmel, és ugye... ez, Magyarország? Igen, igen. Ez, ez te, teljesen ugyanez, illetőleg hát ott annyiból durvább, hogy hogy levágták azokat a területeket a, az internetről, nehezebb, vagy egyáltalán nem lehetett hozzájutni ukrán híroldalakhoz, hírforrásokhoz, tévé, rádió Ukrajnából nem jutott át, viszont ment az orosz TV orosz rádió, ami gyakorlatilag 24 órás durva agymosást jelent. Mi a helyzet a fronton? Magára a frontra nyilvánvalóan nem lehet eljutni. Nem lehet? Ne, tehát, hogy nagyon közel voltunk, voltunk mm -hmm. Liman városában, ami egyébként egy óriás újságírói teljesítmény is volt, és nagyon büszke vagyok, hogy eljutottam oda. Ezt néhány nappal korábban szabadították föl, és az egyik olyan ö, győzelme volt az ukránoknak, ami akár a háború menetét is megfordíthatja. Egy nappal, vagy talán egy-két nappal Putyin beszéde után szabadították föl ezt a nagyon fontos Donetszki várost. Tehát Putyin bejelentette, hogy egész Donetsk megye Oroszország, majd az egyik fontos közlekedési csomópontját rá egy-két napra felszabadították, és ide el tudtam jutni. Itt még a szétkergetett orosz hadsereg maradéka bujkált az erdőben, és csak, rend, csak katonai kísérettel tudtunk mozogni, és, és érezhető volt a, a frontnak a hangulata. Ott gyakorlatilag még ilyen füstölgő kocsik romok között mentünk, és hát. Meg nyomasztó, de hát halott katonák voltak ott még körülöttünk az erdőben, meg az út, út szélén, tehát lehetett látni, hogy hogyan szorították ki, vagy például milyen kétségbe esett kitörési kísérlettel próbálkoztak a, az orosz katonák ezen a területen. De mindenfajta ilyen hadművelet, amit az ukránok csinálnak, az óriási, titokban zajlik, tehát ezt most már lehet tudni, hogy miért. Egy ideig mi a herszoni hadművelet bejelentésénél ugye voltak kétségek, hogy mi történik, miért zárják ki a sajtot, miért nem mennek ki a, a hírek, aztán kiderült, hogy azért már nem is herszonban van a hadművelet, hanem ö, ö, egyéb területeken, harkív környékén, és ez a meglepetés aztán nagy katonai sikereket is okozott, tehát nem több szempontból, meg mm. nyilván biztonsági okokból sem engedik nagyon a konkrétan a harcoló ö, alakulatok közelébe az újságírókat. Nekem egyébként nem is célom, tehát magát a harcot nézni, vagy a harcot megfigyelni az újságírói szempontból számomra nem izgalmas, mert ott lövöldöznek az emberek annyit, Történik. Persze, nyilván a katonákkal érdekes Ö, lenne beszélni, de engem jobban érdekel, hogy a lakosság, akik ugye azon a területen élnek, mit szólnak a, a, a helyzethez, azután, hogy végre szabadon beszélhetnek. Én a, a harcoló felek hanglatáról, vagy a harci moráról akartalak kérdezni, de akkor ezt a kérdést kihúzom, akkor viszont milyen a morál? Ukrajnában a háború megítélését tekintve. Csak azért kérdezem, mert ma reggel beszélgettem Messzeris Tamás történész politológussal, a Közép-Európai Egyetem oktatójával arról, hogy, hogy, milyen geopolitikai változásokat hozhat Európában, Nyugat-Európában a orosz-ukrán háború. Amire egy hallgató be is írta azt nekem SMS-ben, hogy, hogy, itt orosz propaganda helyett ukrán propaganda folyik, amely én nem nagyon tudtam mit kezdeni. Szerintem a, jó de én nem tudtam vele mit kezdeni gyenge a felfogó képességem, te hogyan értékelnéd ezt a mondatot? Hát ez, ez, ez nyilvánvalóan te, te, teljesen egyértelmű, hogyha az ember a, a, kor, a magyar illetve a putyini propaganda koordinátorrendszerébe helyezi magát, ahol, ahol putyin érdekei az origó vagy Putyin érdekei jelentik az origót. Ebből a szempontból tényleg, az hogyha is az ember. Putyin érdekeit jelenti, zárójelbe teszem hozzá. <laughs> Igen, igen. Úgyhogy ez, 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 ez véletlenül a való életben is egybevág, de hogy, hogy ebből a szempontból persze mindenki, aki a, az ukránok amúgy jogos honvédelmét veszi védelmébe, az az ukrán barátnak és ukrán propagandistának számít, de hogyha onnan nézzük, hogy hogy, hogy volt egy ország, aminek a határait átlépte egy másik ország hadserege, és ott borzalmas bűnöket követel, innen nézve nagyon nehéz értelmezni ezt a dolgot, de hát ez, ez tényleg, tényleg teljesen egyértelmű. Nehéz, nehéz kormánypropagandával racionálisan vitatkozni. Még a moráról fogunk beszélni, de előtte megkérdezem, hogy mi az a raktapasz a kezeden? Ez, uh, ilyen, igen, igen, Szik sziklát másztam, ahogy <laughs> hazajöttem. Tehát a hülyeség már megint jó. Igen, igen, szépen. semmi köze Földes nincs. amikor a... nem újságíra, akkor sziklára mászik, időnként leesik, és aztán megint fölmászik, fölkel, és megint fölmászik, fölmászik, leesik, fölmászik, föl térjünk vissza uh, Ukrajna uh, moráljára. Milyen a háború megítélése, támogatottsága változott-e adott esetben Zelenszky megítélése a te tapasztalataid alapján? Nyilván politológusok ezeket elemzik a helyzeteket, meg a nyilatkozatokat, meg közreműt kutatnak, de te mit éreztél? Igen, az én megközelítésem nyilvánvalóan nagyon empirikus, tehát hogy, hogy itt nehéz bátran mondani dolgokat, mert én egyes emberekkel beszélgettem, és nem feltétlenül Reprezentatív minden egyes beszélgetés. egy A legreprezentatívabb az a, a, a se, ukrán segítőn fixeremmel való beszélgetés volt, amikor rákérdeztem pont erre, hogy te hogy látod az utóbbi hét hónapban, hogy a, változott ez, és mondja, hogy az idősebb korosztálynál már megjelent az, hogy adjunk, hagyjuk, hagyjuk. Ezt az egész háborút adjunk neki, valam, adjunk az oroszoknak valamennyi területet, csak legyen már vége. Uh -huh. A fiatalabb korosztály viszont nagyon ö, harcias és, és, és elkötelezett továbbra is, és mondja, hogy ezt nem lehet, és tovább kell nyomni. Tehát ö, nagyjából az a, az a felosztás rajzolódott ki előttem, ami, ami szerintem Európában is. Az idősebb korosztály egy kicsit könnyebben bele ö, tud nyugodni ezekbe, illetőleg könnyebben célpontjába válik különböző ilyen putyinista propagandáknak, és a, és a, a, a fiatalabbak pedig, pedig elkötelezettebbek. De adott a esetben arra is egy hülyeség hajlandók vagy, vagy készek, hogy vagy bevonuljanak és menjenek harcolni, ahol esetleg meghalhatnak? De igen, igen, tehát hogy ezzel együtt ez, ez abszolút jelen van. Én kérdeztem a fiatal, vagy fiatalos, nem tudom, milyen 35-ös fixeremet, tolmácsomat, hogy őt ő nem tart-e, hogy majd berántják, és azt mondja, hogy egyelőre annyi katona van, és annyi olyan ember, akinek már van katonai tapasztalata, és akivel dolgozik a, az ukrán hadsereg, hogy hogy az olyanok, mint ő, aki egy egykori újságíró, nincsenek abban a közelben, hogy beráncsák őket. Tehát ez azt mutatja, hogy hogy jól el van látva az ukrán hadsereg harcolni kész uh -huh. és harcolni tudó emberekkel, és nincs az a veszély, hogy az utcáról fogják összefogdosni a, az amúgy semmilyen tapasztalattal nem rendelkező fiatalokat. Visszatérve még, hogy hogyan... Viszonyulnak az emberek a háborúhoz egy nagyon érdekes tapasztalatom volt a frissen felszabadított területeken, azzal szemben, amit Kiev környékén tapasztaltam még áprili, március-áprilisban, ugye Kiev kö kö környéki falvakat ekkoriban szabadították föl, és ott három-négy hétig volt akkor a szurralom alatt az emberek, és amivel, tapaszt amit ta amivel találkoztam, az az kitörő öröm, az orosz hadsereg ö, ö, pecsmérlése, ö, nagyon éles kiakadás, hogy ezek mit kerestek itt, gyűlölik mit csináltak. Őket? Gyűlölik, igen. Ezzel szemben keleten nagyon érdekes volt az, hogy a legtöbben visszafogottan nyilatkoztak. Tehát ha kérdeztem, hogy, hogy milyen milyen volt itt élni, milyenek voltak az oroszok, akkor mondjuk tíz interjúból hétben olyasmi volt a válasz, hogy hát voltak jó oroszok, is voltak rossz oroszok, és az ukránok, hát ott is voltak jó ukránok, rossz ukránok. Nagyon furcsa volt, nem erre számítottam, és aztán később állt össze bennem az a kép, hogy egyrészt ezek az emberek félnek attól, hogy az oroszok, akik tényleg kilométerekre voltak még tőlünk, Visszatérnek egyszer, és az a nyilatkozat, amit tesznek, az, az, az később uh -huh. ö, ugye terhelő lehet rájuk. Ez az egyik. A másik, hogy hét hónap uralom, az nyilvánvalóan egészen más, mint 3-4 hét. Tehát ott nagyon sokan beletörődtek már abba, hogy ez lesz, elfogadták, hogy itt fogunk élni, és akkor ezzel. Ö, a tudattal már egész máshogy álltak hozzá ehhez a kérdéshez. A harmadik pedig az, hogy ezekről a területekről mindenki, aki nagyon erősen ukránbarát volt, aki, aki nagyon elkötelezett volt, aki aki félt attól, hogy a nézetei miatt az itt ö, ö, bejövő oroszok ö, ugye ö, retorziókat alkalmaznak, vagy egyszerűen csak annyira gyűlölte ezt az egészet, hogy, hogy hogy inkább a saját házát is elhagyta, azok mind elmentek. Tehát itt ö, a, a felszabadított területeket úgy kell elképzelni, hogy szellemvárosok azok, amikkel mi találkoztunk, és néhány tényleg ilyen zombiszerűen a pincéből elő bukkanó lakossal tudtunk interjúzni, teljesen kihalt területeken. Tehát nyilvánvaló, aki ott maradt, az vagy annyira idős volt, hogy nem tudott elmenni, és ilyen szempontból ki volt éve a propagandának, és egy kicsit elfogadóbb volt, vagy nyilvánvalóan, mint Magyarországon, ott is vannak orosz barátok, és az maradt, aki azt mondta, hogy mmm, miért ne? Hát, tehát, hogy nagyon érdekes képrajzolódott ki így a, a, a kamerám előtt, de mondom, azok, akikkel beszélni tudtam, azok szinte szánt szándékkal maradtak ott, mert hogy nagyon sok ilyen evakuációs útvonalat és evakuációs programot indítottak be, ahogy közeledett a front. Tehát aki akart, az elhagyta azért a, a, a lakóhelyét. Gondolom elkerülhetetlen, hogy találkozzál olyan emberekkel, akik hozzátartozójukat, vagy, vagy rokonokat elvesztették a háborúban. Igen, igen. Ö, nagyon sok tragédiával ö, találkoztam, és nagyon sok furcsa helyzettel, amik mind azt mutatják egyébként, hogy a háború azért az sokkal bonyolultabb dolog, ez most én nagyon közhelyesen hangzik, mint azt innen távolról gondoljuk, tehát hogy... Ö, Egyrészt a gyász, ami nagyon furcsa, másrészt az, hogy az emberek hogyan beszélnek tragédiáikról. Volt egy hosszú interjú, egy, egy férfi valakit kétszer vittek be egy ilyen kínzókamrába, és, és tartottak ott az oroszok, és brutális kínzásokról számolt be, szinte fa, fa arccal. Tehát, hogy az, az nagyon érdekes volt, hogy hogy mennyire így eltávolítóan kezelte ezt az élményt, és, és mennyire hidegen tudott beszélni borzalmas dolgokról, tényleg verésekről, kínzásról, mellette a raptársát, a 70 éves férfi teljesen értelmetlenül hogyan verték, hogy a újai törtek el, tehát hogy egészen, egészen vérfagyasztó dolgokról beszélt hideg fejjel, illetve hogy mennyire furcsa, és erről fog szólni bővebben az egyik videóm, hogy ki Bűnös ott, és ki nem? Tehát volt ott egy nő, beszélgettem egy nővel, aki akkor szült Ízium városában, ez szintén egy nagyon, nagyon fontos terepe egyébként a háborúnak. Ugye itt tárták föl először a keleten a tömegsírokat, 400 plusz ember, néhányan összekötözött kézzel, hátra kötözött kézzel, civil, le. civilként lelőve hevertek ezekben a. a, a sírokban, és erről híresült el ez a város, hogy itt is orosz háborús bűnökre bukkantak. Ebben a városban beszélgettem egy nővel, aki akkor adott életet a gyermekének, amíg az oroszok ott voltak, és mesélte, hogy egy ukrán talán gyereksebész, vagy segítette életre a gyermeket, uh -huh. tehát ő, ő volt ott a, a, a szülésnél. És hogy a férj és most egyedül gyereke neveli a gyerekét, mert hogy a férje rendőr volt, és azt elvitték az ukránok, mert hogy szolgált ebben a az időszakban. És, és, utána mondta, hogy de hát miért? Hát ő egy rendőr volt, és vigyázott a rendre. És hogy volt talán valami ilyesmit is mondott, hogy aki kukás volt, és az alatt az idő alatt szedte a szemetet, az is akkor kollaboráns volt. És itt kiderült, hogy azért van egy ilyen egymást feljelengető, félelemmel teli rendszer, amiben a, az embere, amiben nagyon nehéz eligazítani tényleg az embereket, hogy ki volt kollaboráns, abban az időszakban, amíg itt voltak az oroszok, és hét hónapig itt voltak, vagy ott voltak, tehát hét hónap az már annyi idő, amíg azt gondolhatták az emberek, hogy ez mindig, mindörökre itt marad, nem lehetek ellenálló, be kell mennem a munkahelyemre, gondolhatták néhányan. Ezek most kollaboránsok lettek, és én nehezen tudom megmondani, hogy ki az, aki tényleg kollaboránsként kell itt tekinteni, és ki az, aki egyszerűen csak Tovább akarta vinni az életét. Szóval egy nagyon-nagyon ilyen nehez, szürke, szürke zónás terület ez. Milyen a tömegtájékoztatás most Ukrajnában? kereskedem rádiók, kereskedelmi televíziók működnek, időnként Havzsi Döb és aztán közben beszámol a harci sikerekről, vagy eszteségekről? Igen, én nem nagyon néztem azért ö, tévét, amit láttam, hogy megy a, a, a televíziót, hír műsorok mentek. Erről nincs nincs uh -huh. nagyon határozott képem, de amennyire tudom, a, a inkább személyes újságírói tapasztalatok alapján egy viszonylag szabadnak mondható ukrán média van. Nyilvánvalóan ott, ott nagyon erős ilyen oligarha hálózat működik, tehát hogy ezek, ezek befolyásolhatják vagy befolyásolják akár a médiát, de mivel most Ukrajna nagyon pro-Ukrajna vonalon mozog, emiatt most, most, most nagyjából mindenhol ö, a harci hírek, azok, azok szerintem szabadon áramolhatnak. És most, hogy most. E, hát, siker, nem is sikere halmoznak, de minden esetre komoly e, sikereket ért el az ukrán hadsereg az orosz megszállókkal szemben, most, e, most mi a hangulat, hogy megszállom Moszkváig? Nem, azért az nem, de az a hangulat, akikkel beszélek, és akik akik hajlandók erről beszélni, mondom, hogy, hogy itt azért van egy nagy, nagy félelem, hogy, hogy, visszaszerezzük egy részről, más részről, meg sokkal realistábbak. Tehát visszaszerezzük, nyomjuk, de a legelején, amikor kim voltam, én ugye most ez már az ötödik utam, tehát összesen azért ö, ö, egy Másfél-két hónapot nettó kim voltam a háború kezdete óta. Kim voltam február 24-én, akkor indult a háború, és én akkor léptem be először Ukrajnába. És akkor az volt a, az általános, hogy két-három nap, egy hét, ami már akkor teljesen irreális volt, de mindenki ezt mondta. Aztán március-áprilisban, hogy egy pár hónap, fél év. És most már a legoptimistábbak azt mondják, hogy két-három év, amíg tart ez a háború, és hogy valójában, ha visszaszorítják őket a február 24-i határokra, ami azt jelenti, hogy még mindig jelentős De ukrán még területek, a az még mindig ott van az A Krím, meg ugye Luhansk és Donyacsnak egy része az orosz uralom alatt marad, akkor szerintem azt már nagyon sokan győzelemként értékelnék. Hogy látod, most béletet kell váltanod, tehát most már állandóra kell kivenni egy lakást uh, Ukrajnában, hogy, hogy kint legyél, mi újat fogsz tudni mondani, ha mondjuk két hónap múlva valami mész? Nagyon izgalmas. Én azt jósolnám, hogy két hónap múlva ez még bőven tartani fog, és remélem, hogy konvencionális fegyverekkel, és, és újabb és újabb frontvonalak ö, nyílnak majd meg. Még, hát mondjuk most két hónap, ugye most van október, november, december, szerintem akkor két hónap múlva egy nagyon befagyott frontot fogunk tapasztalni, ez most nem szó vicc volt, mm. de, 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 valójában a hideg miatt, tehát hogy, hogy nagyon nehéz körülményeket jósolnak hadászati szakértők, amikor, ami nem kedvez az előre nyomulásnak, tehát, hogy itt, itt valószínűleg az oroszok beássák magukat, az ukránok meg nem annyira törnek előre, és ahol az oroszok törnének előre, ott is inkább lassulásra lehet számítani, és mindenki vár majd tavaszra. És az, az, az egyébként nagy kérdés, hogy, hogy akkor mi fog történni. Ugye a, a télen nem nagyon lehet előre nyomulni, itt most ez az én saját ilyen, ilyen, ilyen agymenésem, amit ö, ö, hirtelen gondolom végig a helyzetet mm. ö, élő adásban. Tehát, hogy télen nem nagyon lehet szerintem előre nyomulásra számítani egyik oldalon sem. A tavasz az olvadással és hatalmas sarakkal kezdődik, tehát, hogy tulajdonképpen ott a hadműveletek, mint idén is, inkább koranyáron, késő tavasszal indulhatnak meg, amikor viszont már annyi idő eltelik, hogy nagyon sok fegyvert tudnak beszállítani Ukrajnába, egyrésztről, tehát hogy például védekező fegyverek, légvédelmi rendszerek, amiknek a, a, a szállítását ugye például pont ma jelentették be német és amerikai részről. Ezek megérkezhetnek, amik az orosz támadás lehetőségeit limitálják. Ugyanakkor az oroszoknak is van idejük arra, hogy felkészítsék azokat a tartalékosokat, akiket szerencsétleneket most berángatnak. Adott esetben beszerezzenek a világpiac egyes helyeiről, hát most máshonnan nem, de Iránból akár, vagy Belorussziából, vagy Észak-Koreából fegyvereket, illetve lőszert, ők is egy kicsit összeszedhetik magukat, tehát mind a két oldal egy kicsit jobban felkészülve nézhet szembe a tavasszal, Ö, amikorra talán azért a diplomáciai aktivitás is növekedhet, tehát lehet, hogy itt most arra kell számítanunk, hogy, hogy egy, egy álló háború következik be, és valami új Fordulat tavasszal. Utább, és reméljük, hogy ez egy pozitív. Utább, fordulat kérdés, lesz. Utolsó kérdés, mert lejártam is, hogy mikor készülsz el a filmen, mikor lesz látható a HVG ponton. Több film is lesz. Én jövő hétvégére szeretnék az elsővel elkészülni, ami egy nagyon izgalmas ö, történet lesz, és egy olyan helyre vezeti a nézőt, ahol, a, a, amely helynek a létezéséről sem tudtam. Bevittek egy olyan helyre ö, akna mentesítő Katonák, ami öt kilométerre volt a, az orosz határtól, még a civileket sem engedték, de nem hogy a sajtót, és teljesen üres, posztapokaliptikus tájon jártunk, amiket akkor szabadítottak föl. Én, én még ilyen területen bevittek minket erdőbe, orosz. Ö, ö, Hadianyag raktárat, illetve orosz állásokat ö, jártunk be, nagyon izgalmas volt, és utána lesz még valószínűleg két film mm. arról, hogy ö, milyen a hangulat, hogyan élnek az emberek felszabadított területeken, illetőleg, amit már említettem, ez a fajta nagyon furcsa folytott légkör, a kikollab kik kikollaboráns, ki nem. Földes András, a HVG újságírója volt reggeli személy. Köszönöm szépen, hogy jöttél a stúdióba, és további munkát kívánok.